A Család és Karrier pont Moson-Magyaróvári irodája nyitotta meg elsőként kapuit az országban még 2018 áprilisában. Az Együtt a nőkért a családban és a munkahelyen Moson-Magyaróvár térségében című projekt elsődleges célja már akkor is az volt, hogy segítsék a nők munkaerőpiaci reintegrációját. A Család és Karrier pont egyik fő célkitűzése, hogy a munkáltatókat és a munkavállalókat közel hozza egymáshoz. Immáron két éve tartjuk a kapcsolatot, és próbálunk bevonni minél több helyi céget, kicsit és nagyot is, hogy megtalálják őket könnyebben a munkavállalók és a leendő munkavállalók, kicsit tervezni is tudjanak. Arról, hogy miként alakult a Moson-Magyaróvári csak elmúlt másfél éve, egy workshop keretein belül számolt be kedden Schnitzerné Samu Tímea, a Család és Karrier pont szakmai vezetője. Az eseményen elhangzott, az elmúlt időszakban több mint 1900 főt értek el a csak által szervezett rendezvényeken keresztül, eddig pedig 13 főnek segítettek elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A workshopra főként a vállalkozások, cégek képviselőit várták, akiknek lehetőségük volt igényeiket is elmondani a csak munkatársainak, így segítve, hogy egymásra találjanak a munkavállalók és a munkáltatók. Mivel közeledünk a projekt végéhez, ugye jövő évben vége lenne ennek, ezért már a fenntarthatóságról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk folytatni. Például az álláskeresési regisztrációs füzetünket hogyan szeretnénk fenntartani, ami számukra nagyon fontos, mert így tudjuk közvetíteni minél több felé azt, hogy kiket keresnek, milyen céllal, hova. A workshop után aztán a Család és Karrier pont szervezésében egy pályaorientációs napon mutatkozhattak be a cégek, nem csak a pályaválasztás előtt álló tanulók, hanem a munkakeresők előtt is. A Család és Karrier pont pedig a továbbiakban is várja az érdeklődőket a Flash központban működő irodájában. Az iroda ügyfélfogadási ideje hétfőn, kedden és szerdán délután 00:30-tól 17:30-ig tart, csütörtökön és pénteken pedig 9:30-tól 13:30-ig várják az ügyfeleket. A tanácsadásokra előzetes bejelentkezés szükséges, ezek a nyitvatartási időn túl is folynak.